Közel 60 doboz és 30 zsák sorakozik a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ nappali centrumában azért, hogy a téli hidegben segíthesse az utcán élőket. A Sikeratív Életmód Egyesület néhány héttel ezelőtti felhívására sokan megmozdultak, hogy segíthessenek. Elsősorban téli férfi ruhaneműket gyűjtöttek. Az egyesület elnöke úgy fogalmazott, aranyszívű Fehérvár lakossága. Szokatlanul nagy volt a városban az adakozókedv. Az előző gyűjtéshez képest háromszor annyi adományt sikerült átadni a kríziskezelőnek. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy megmozdultak az emberek, és ebben a nehéz időben közel 100-an adományoztak nagyon jó minőséget, tehát amikor átválogattuk, letisztítottuk, kategorizáltuk a adományokat, akkor azt tapasztaltuk, hogy nem az aljadék lomptelepnek tekintették a gyűjtést, hanem tényleg komolyan gondolták, és olyan minőségbe hoztak takarókat, ágyneműket, téli ruházatot, ami szívet melengető. A kríziskezelő központ vezetője köszönetét fejezte ki az egyesületnek azért, hogy összegyűjtötték az adományokat, rendszerezték és elszállították azokat. Az adományozóknak pedig azért, hogy megmozdultak a felhívásra. Nekünk erre nagy szükségünk van, főleg így a tél kezdetén, hogy főleg az utcán élőknek, illetve akár a családok átmeneti otthon a lakói részére, de a női szálló lakói részére is számtalan olyan adomány érkezett, amit a Sikeratív Életmód Egyesület munkatársai, önkéntesei, nem is tudom kik, rendszereztek, összegyűjtötték. Nekem ez óriási munka, mert mi ezt tudjuk, hogy mit jelent, hogy mi ezt normálisan ki tudjuk osztani az embereknek, el tudjuk helyezni az adományraktárunkba. A ruhaneműket, takarókat ezek után az utcai szolgálat munkatársai kiviszik a hajléktalanoknak, de az adományraktár is nyitva tart időnként, ott is osztják azokat az emberek között. Zsabka Attila ugyanakkor arra hívja fel a fehérváriak figyelmét, hogy az adományraktár befogadó képessége korlátozott, így a következő hetekben nem várnak több felajánlást.